kijöttünk a város határaig, bazi nagy kocsisor áll vissza a kis cuki városunkba. Nem tudom, mennyire látszik. De rohadt sok kocsi megy át meg be a városba. Most például egy csomó helyen még ki volt írva, hogy van szabad hely. Tegnap este már egyiknél se volt, úgyhogy valószínűleg most fogják majd elfoglalni őket. És, mit látszik, süt a nap. És kék az ég. Nem azért mutatom, mert cuki ez a ház, mert cuki, csak most megmutatom közelebbről, hogy kb. Mindenhol ezek a virágok vannak, mindenféle színekben. Hatalmas labdacsok, rózsaszín, kék, lila. És kb. Az egész kertekben ezek vannak. Összes kertekben. Lejöttünk a tóhoz, most éppen tök meleg van. Itt a gyerekeket így elmutatom, ők itt fürdenek. Vagy nem fürdenek, de bocsánat. Ott a kilátás. Szóval most jöttünk, hogy átkeljünk a tó másik oldalára, de itt elment az a komp. Úgyhogy addig megvesztük a jegyünket, és megvárjuk a másikat. A jegyünket ilyen cuki parkoló automatából lehet megvenni. Ott, és az ott egy bácsi? Ott szemben a bácsi éppen azt csinálja. De majd mindjárt megmutatjuk közelebbről. Szóval végül nem mutattuk meg, hogy működik az automata, mert mi kicsit bénáztunk vele, és nem tudom, hogy látszik-e, hogy mennyi ember állt már mögöttünk, illetve érkeztek azóta. Úgyhogy sima parkoló automata és a gyalogost kellett kiválasztani. És konkrétan fél perc alatt jelent meg. Olyan 180 forint egy-egy oda a túloldalra. Valahova, mert most eltűnt, valahol itt bekanyarodunk, mert ott egy kis sziget van. Ott bent lehet ülni, de mi inkább itt kint vagyunk, mert az autó soké a többi rész, úgyhogy övék a jó kilátás. Nem tudom miért jött fel ide a dombra az út, a kocsiknak egyenesen ment. Igazából egy kastélyig szeretnénk eljutni, de nem biztos, hogy lesz ma rá időnk, bár nincs olyan messze, úgyhogy majd meglátjuk. Olyan gyönyörű ez a Dunakanyar, nem? Itt megy egy sétaútvonal a kikötő mellett, és mik legelésznek a parton? Tehenek. Álpi megint nagyon örül nekik. Megnézzük itt is közelről a vizet. Ilyen szép, tiszta. Árpi előbb csekkolta a hőmérsékletét is. Az ott szemben egy kis sziget. Azt mondja, hogy szerintem nem hideg. Én azért nem mennék bele. Bár olyasmi, mint a Finisterrán az óceán. Végül abba is belementünk Nórával. Végül is. Az a fotók olyan, mintha integrált a másik oldalra, nem? Hey George! Hey! Egyik.
addig fotózkodtunk Árpival, amíg beértek minket a következő kompról érkezők, sőt, már ők is beelőzték minket. Az emberek kijönnek, a családok, és ilyen helyeken piknikeznek, mint ez a kidőlt fa. Elég király. Úgyhogy mi is majd valamikor Árpival megpróbáljuk. Csak le kell foglalni a fát. És épp itt jövünk el egy karavánpark mellett, ahol cuki ilyen gypsy vagonok vannak mindenhol. Ott nem tudom, hogy látszik egy rót. Kajálnak itt. Azt hiszem, ezek bérelhetőek. De az is lehet, hogy valaki itt lakik. És nem tudjuk, mi van itt, de egy mini házikó le van lakatolva. Lehet, hogy csak valakinek a elektromos helyisége. És a mini házikó előtt folyik a kis patak. Árpi megfogja a kamerát, és megmutatom, mennyire mini ez a ház. Csak már mondtátok, hogy én is legyek rajta a felvételeken. Ne csak én. Torákkora! Ez valószínűleg egy kút. Itt le lehet látni. Csak víz van benne. Árpi a Manók földjén. Hódoljatok, hódoljatok be! Hey. Szóval kijöttünk, hogy lesikáljunk az egyik kastélyig, amihez jó lenne 10 percen belül elérni, akkor lesz egy, mivel vissza kell érnünk 6-ra. Illetve 17:30, mert akkor van kaja és 6-tól dolgozunk. Mondjuk Árpi most kaján. Úgyhogy meglátjuk. Anyu, ez a bégel. Ezt hívják bégelnek. Na, egy óra múlt pár perce, úgyhogy meg kell állnunk a birkáknál. Árpi magához akar édesgetni, de itt a másik oldalon, haha, ott a kászló. Ja, ott. De mindjárt fentről mutatjuk majd. De az a baj, hogy közelről nem tudjuk normálisan levideózni a kastélyt. Így meg távolról tudjuk csak így az oldalát. De közben megmutatom a környéket így szembe. És most nem olyan szép a kilátás, mint előbb, mert kitakarja a domb. De azért cuki. Na, sikerült megtalálni. Így néz ki normálisan a kastélyka. Ránéz is a középkori, de valószínűleg nem az, mert eléggé fel van újítva. Ray Castle. Eredetileg az lehetett. És mutatjuk a kilátást innen a kastély elől. Most egyébként van vagy 27-8 fok, azt tudni. Vagy legalábbis a napon biztosan. Már nem tudom, miért mindig csak a gyerekek fürdenek, ők bírják ezt a nagyon hideget. Kisgyerek bringába belehajtott a vízbőzába. Mindenki döblik a parton. Így elszóródva. Mindenhol. Birkára vadászik megint.